A terápiában én azt látom, hogy eléggé beszűkült, leépült állapotba kerülnek emberek, és akkor itt kezdődik az, hogy foglalkozunk az érzésekkel, kinyílik a világ, meg kell fogalmazni bizonyos dolgokat, és sokszor ez tematikus dolgok mentén nehézségeket okoz, de azt vettük észre, hogy a fotózás és a fotók azok egy nagyon jó áttételt tudnak képezni erre. Tehát egy fényképről mindenki szívesen beszél, és akkor eleve, amikor már beszél, hallja a hangját, akkor kicsit megnyugszik, van egy kis biztonságérzete, hogy ez működik, tudok beszélni, és akkor ezért áttétel, mert utána lehet esetleg komolyabb, mélyebb dolgokról is beszélni. Hát az elején hétről hétre tartottunk ilyen fotós csoportot, és ott az volt a tematikának a lényege, hogy van a terápiában egy bizonyos érzéslista, ahol megnézzük a napunkat, a napunk történéseit, és akkor hozzáillesszük azt, hogy milyen érzéseink voltak azokban a helyzetekben. Na most mi ezt az érzést listát adaptáltuk a csoportba, és a heti témáink is érzések voltak. Tehát az egyik társunk a csoport végén becsukott szemmel mindig rábökött valahova az érzés listán, és akkor azok az érzések, ahova ő bökött, az volt a heti téma. És akkor próbáltunk olyan fényképeket csinálni, amiben megjelennek ezek az érzések. És akkor utána később jött a lehetősége a kiállításnak, és a kiállításra kellett nyilván egy koncepció, és akkor hát ez így adta magát, hogy hát ha alapból is ez van, akkor legyen ez a koncepció. És akkor ott az volt, nem úgy, mint itt, hogy ott a fényképek mellé oda tettük azt az érzést a listából, amit megjelenít a fotó. Annyira nem volt egyszerű egyébként, mert néha bögtünk olyanokra is, ami azért nem annyira egyértelmű, hogy most egy fényképbe ezt hogy teszem be, hogy nem, de ez is okozott érzéseket, meg ez is ennek mentén is jöttek gondolatok, különböző áttételek mentén akkor akár rá lehet ezt közelíteni arra az érzésre. Ez is egy izgalmas dolog volt. Igen, de egyébként nem egyszerű. Inkább az volt, tehát inkább az, ott fognám meg ezt a dolgot, hogy van egy kép, és az nekem okoz bizonyos érzéseket, és nem is gondolnám, hogy a többieknek például milyen más érzéseket okoz. Tehát inkább ebbe ez volt az érdekes, hogy én egyféle érzést érzek a képnek a kapcsán, viszont mások más dolgokat. És akkor ugye ment tovább a történet, hogy akkor kerekítettünk erre történeteket, hogy mire emlékeztet, mi jut az eszembe ennek kapcsán. És hát például emlékszem, hogy egy ilyen farakás, egy sima kis farakás egy parasztház mellett, ugye, ennek mentén nagyon sok mindenről el tudtunk beszélgetni, és nagyon sok élmény, érzés került elő. Egyébként olyan aspektusban is, ami nem feltétlenül a felépülős aspektusok, tehát nem program, nem lépések, nem szerhasználat, stb., hanem egy-egy, az életutunk kapcsán egy-egy emlék, egy-egy momentum. Csak azt éreztük a csoport végén, hogy közelebb kerültünk egymáshoz. Igen, tehát azt gondolom, hogy felépülésben benne voltam, önismerettel is bírtam. Nekem egy picit más aspektusból is segítette arra, hogy lendületbe kerüljek a fotózásra kapcsán. A éppenséggel pedig az, hogy a munkám, segítőként dolgozom, munkámban elég megfáradtam, már kicsit olyan monoton, egyhangú volt a munka, és hát ilyenkor vagy váltani kell, vagy valamiben meg kell újulni, hogy az ember új energiákat tudjon bevinni a munkába. És akkor úgy amúgy egyébként is fényképeztem, de elkezdtem ebbe az időszakba sűrűbben csinálni. Akár bázisos rendezvényeken, vizitúrán, stb. Többet fotóztam, illetve hát befektettem egy ilyen kezdő belépő szintű gépbe, meg elmentem egy alaptanfolyamra, és akkor itt kaptam új inspirációkat, és akkor ennek mentén indult el. Most már 2,5 éve elég intenzíven fotózom, és ami miatt elkezdtem, az megvalósult, tehát hogy meg is tudtam újulni a munkámba. Ennek kapcsán, illetve kibontakozott ez a fotós, csoportos, illetve a saját fényképezésem című történet, és hogy egyre többen tudtak csatlakozni rá. Tehát ennek lett egy ilyen hozadéka is, úgyhogy benne vagyunk valamibe, ami tart valamerre. Hát ez a második, ugye az első volt ez, amiről beszélgettünk is, a fényképek és érzések. Ami egyébként pont abban az időszakban azt gondolom egy nagyon hiánypótló dolog volt, mert akkor éppen tombolt a Covid, és hogy nem nagyon voltak új újítások, új lehetőségek, új dolgokat csinálni nehéz volt, de ezt a kiállítást valahogy meg tudtuk csinálni. És itt szakmailag is jó visszhangja volt, hogy de jó, hogy nyitottunk valami felé. Aztán azóta más területek is vannak így a kultúrfaktorban nyilván, de hogy mivel hogy volt egy sikeres már,
ezen felbuzdulva aztán tovább tudtuk ezt gondolni, és ebből lett a mostani. Nem mindenki jelentkezhet, aki felépülésben van, vagy valami köze van a felépüléshez, de még akár az is, aki a fotós csoporthoz van köze. Mert hogy közben, menet közben lettek olyan fotósok, akik elkezdtek érdeklődni irántunk, és jöttek és hozták a tapasztalataikat. Most éppen nincsenek itt tőlük képek, de hogy simán. Nem is az a célunk, hogy kimondottan egy bázisos dolog legyen. Én egyébként még a Facebookon a legeslegelején csináltam egy csoportot Fényképek és Érzések címmel, felépülők fényképe, és pár hét alatt, vagy egy másfél hónap alatt már egyből lett olyan 400-500-600 tagja, és a mai napig is megy, és osztogatnak meg képeket. Én már ebben aktívan nem vagyok, nem veszek részt, de valahol egy picit ez is lett volna a célom ezzel, hogyha lesznek fényképek, akkor az ország több pontján tudjunk találkozni, és akár ezek mentén is beszélgetni. Tehát akár találkozókra lehetne vinni kis kiállítást. Illetve ha valaki felépülő éppen egy egri felépülő Pécsen jár, akkor egy pécsi fotóstárs az körbe tudná vezetni a városba. És akkor, szóval ez is egy ilyen kis, ezzel is ilyen tágabb lenne így a józanságnak a minősége, illetve lehetőség lenne kapcsolatok építésére, sok mindenre. Úgyhogy sokan mások is, meg hát nem a bázis, hanem más felépülők is akárhonnan küldhetnek. Most is van szegedi fénykép, de mindig később jutnak eszembe a jobbnál jobb ötletek, mert Izraelbe is él két társunk, és nagyon szépen fotóznak. A legközelebbiben majd reméljük, hogy benne lesz az ő képük is. Én azt látom, hogy van több is szerintem. Elsősorban szerintem azt gondolom, hogy jó józannak lenni és jó élni. Tehát, hogy a felépülésnek és az életnek ez a fajta minősége mindenképpen egy életigenlést. A Bokor Zoli mosoly a szabadban, beszédes szemek, ezek is itt vannak. Illetve az a fajta, én úgy látom, hogy a felépülés az egy önvizsgálat. Tehát befelé egyre cizelláltabban látjuk saját magunkat, de ugyanez kifelére is érvényes. Tehát, hogy érdekes azt vizsgálni, hogy a felépülők mi mindent vesznek észre, vagy mi mindent vesznek észre hasonlóképpen. És hogy tényleg vannak olyan apró részletek, amik fölött esetleg mások elsuhannak, és nekünk meg ez feltűnik. És hogyha ez így a nagy palettában egy plusz szín tud lenni, akkor ez így nagyon jó.